Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. Az ötödik feladatban ezen függvény grafikonjának az X-tengelyel bezárt területét kell kiszámolnom az 1-3 intervallumon. Először is rajzoljuk fel ezt az intervallumot. Majd számoljuk ki a függvénynek az érus helyeit, ami egy másfokú egyenletnek a megoldása lesz. Ezt megtehetjük a megoldóképlettel is akár, én szorzattal fogok alakítani. Ide pedig a plusz 3 és a mínusz 2 kerül, hiszen 3-szor mínusz 2 az mínusz 6, és a 3 mínusz 2 az plusz 1. És tudjuk, hogy egy szorzat akkor lesz nulla, hogyha valamelyik tényezője nulla, tehát az egyik gyök az a mínusz 3, a másik pedig a 2. Ábrázoljuk a két gyököt a számegyenesen, és láthatjuk, hogy a mínusz 3 az egy külső pont, tehát azzal nincsen dolgunk, a 2 az viszont egy belső pont. Ezért a területnek a megadásához két integrált kell kiszámolnunk, ami a következő lesz. 1-től 2-ig vett integrál abszolút értéke, plusz a 2-től 3-ig vett integrálnak az abszolút értéke. A határozott integrálnak a kiszámításához pedig számoljuk ki a határozatlan integrált, ami az x négyzet plusz x mínusz 6 kifejezés integrálja, tehát x köb per 3, meg az x négyzet per 2 mínusz 6x kifejezést kapjuk, mivel határozatlan ezzel a plusz c-t oda kell írjuk. Tehát az első integrál 1-től 2-ig az ennek a függvénynek a megváltozása az 1-2 intervallumon. Azt pedig úgy számoljuk ki, hogy először a felső határt helyettesítjük be, tehát 2 a harmadikon per 3, meg 2 a négyzeten per 2, mínusz 6-szor 2 kifejezés, mínusz az alsó határt behelyettesítve, de nagyon vigyázzunk a zárójel, figyeljünk a zárójelzésre, 1 a harmadikon per 3, meg 1 a négyzeten per 2, mínusz 6-szor 1. A másik integrálnak a megadása hasonlóan történik, 2-től 3-ig vett integrál, az pedig hasonlóan ugyanennek a függvénynek kell a megváltozását kiszámolnom. A 2-3 intervallumon. Felső határt behelyettesítek, az a 3 a harmadikon per 3, meg a 3 a négyzeten per 2, mínusz 6-szor a 3, mínusz zárójel a 2 a harmadikon per 3, meg 2 a négyzeten per 2, mínusz a 6-szor a 2. Ezt a számot érdemes eljelölnünk egy A betűvel, ezt pedig egy B betűvel, ezért egyszerűen meg tudjuk adni, hogy a terület az nem más, mint az A abszolút értéke, meg a B szám abszolút értéke.